Fiatal védőnők mutatják meg a legfontosabb fogásokat érdeklődő fiataloknak a Debreceni Egyetem egészségügyi karán. Nagyon népszerű az intézményben a képzés, folyamatosan az első három legkeresettebb szak között van. Eddig csak alapfokú BSC diplomát lehetett szerezni itt, szeptembertől azonban elindul a mesterképzés is, mondta 35 perc című műsorunkban Jávorné dr. Erdei Renáta, tanszékvezető nem azt a típusú szakmai tudásbővítést jelenti ez a képzés, amit egyébként alapszintű képzésben már megtanul egy védőnő. Ez ugye azt lehet mondani, hogy többféle lehetőséget nyit meg az érdeklődők előtt, akár tudományos pálya irányába is orientálódhat valaki. Nyilván ez alapvetően elsősorban talán a fiatalabbakat, a nappali képzésben tanulókat érintheti, hiszen akár egy tudományos fokozatig is eljuthatnak ezt követően, elhelyezkedhetnek ezáltal akár a felsőoktatásban is a jövőben illetve vannak bizonyos területek, amelyek a jövőben akár új kompetenciák beépítésének a lehetőségét is jelenthetik. Vannak olyan továbbképzések, amelyek eddig továbbképzési szinten működtek a védőnők körében, ezek közül többet is beépítettünk az MSC-be, tehát ezek kvázi a jövőben kiválthatják ezeket a továbbképzéseket, és ilyen formán nyilván ezek új tudásanyagot is biztosítanak. A mesterszak háromfél évből áll, indítják nappali és levelező tagozaton is. Elsősorban a tovább tanulni kívánó, főiskolai szintű oklevéllel rendelkező védőnők jelentkezését várják, de az egyéb alapképzésekből érkezők is felvételizhetnek. A szülésznő végzettségű hallgatók például a kórházi védőnő specializációt választhatják. A védőnői hivatás egyre inkább anyagilag is biztos megélhetést nyújt. A védőnői bérek kapcsán is megindult egy olyan folyamat, aminek köszönhetően a védőnői fizetések jobbak ma már, és ez jelentheti egy fiatal számára azt, hogy, hogy ez ad egy jövőképet. Különösen most ugye 25 év alattiaknak egyéb kedvezmények is járnak, és hát nyilván, hogyha itt a képzéssel akarjuk ezt az életpályamodellt párhuzamba vonni, akkor azt mondhatjuk, hogy nyilván, ahogy a végzettségi szintekben lehet előre haladni, az nyilván az életpályamodellben is egy nagyobb perspektívát tud nyitni. A jelentkezési határidő ugyanúgy, mint más szakok esetében, február 15-e. A szükséges alapfokú diploma mellett szóbeli beszélgetésre hívják majd a jelentkezőket júniusban. A képzés idén szeptemberben indul.